Sziasztok, Nikolett vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon. Ismét hoztam nektek egy olyan videót, amiben a Procreate-ről fogunk egy kicsit beszélgetni. Megmutatom azokat a tippeket, trükköket, amiket kezdőként használtam, sőt, mai napig néha használok. Aki most ismerkedik ezzel a rajz programmal, akár neki is hasznos lehet, illetve a videó végén meg fogom mutatni, hogyan tudtok egyedi olyan ecsetet készíteni, ami úgymond hajformájú, tehát a realisztikus rajzokhoz nagyon jó fog jönni, és tudtok vele úgymond hajat rajzolni. Mivel általánosságban ezeket az új és egyedi ecseteket meg kell vásárolni a Procreate-ben, nagyon ritkán van, hogy le lehet ingyenesen tölteni, és tényleg elég húzós áruk tud lenni, úgyhogy érdemes így kísérletezgetni, és saját egyedi ecseteket létrehozni. Nem mondom, hogy 100%-osan olyan gyönyörű lesz, vagy olyan jó lesz, de azért egész használható, egész jól lehet vele dolgozni, kísérletezgetni, próbálgatni kell többször, úgyhogy de ezt majd a videó végén. Először is nézzük a tippeket, trükköket, és tartsatok velem! Szóval nézzük is az első ilyen tippet, ami szerintem elég hasznos lesz, mivel sok esetben rajzolunk képről, és ha tényleg így van, akkor megmutatom, hogy a Procreate-ben milyen lehetőségek vannak, hogy tudj képről rajzolni, és ne a munkalapodra, a layeredbe kelljen belerakni a képet. Persze, az is megoldás, sokszor én is azt alkalmazom, ha mellette elfél a rajzom, mert kisméretben vázatozok, de a legpraktikusabb az, ha a bal felső menüsorban a Gallery melletti első ikonra megyünk, és az Actions-re, azon belül a Canvas második fülre, és ott keressük ki a reference gombot, amit kapcsoljunk ekkor be, akkor fel fog ugrani a layerünkbe ez a kis ablak. Itt tudtok importálni, beilleszteni az általunk kiválasztott képet, amiről rajzolni szeretnénk, ezt a kis ablakot pedig szabadon mozgathatjuk, ahogy kényelmes nekünk, de az az opció is van, hogy képet, fotót készítsünk, hogyha a face gombra megyünk, így magunkat is le tudjuk fotózni, le tudjuk rajzolni, vagy valakit, valamit a környezetünk. És ebből adódóan jön a következő tipp, a rétegek, vagyis layerek. Ne akarjunk mindent egy lapon megrajzolni. Igaz, a munkalap méretétől függ, de számos réteget tudunk létrehozni, akár a vázlatnak, a kiemelésnek, a színezésnek megfelelően. Ha például portrét rajzolsz külön, akár a haj, a szem, a ruhának, hozhatunk létre saját réteget, és hatalmas segítség, főleg színezésnél, mert átláthatóbb lesz a munkánk, rendezettebb, és tényleg csak egy példa a sok közül, ha meggondolnánk magunkat egy színezést illetően, például mégse szőke, hanem barna hajat szeretnénk színezni, akkor csak kitöröljük az adott layert, és nem kell az egész munkánkat törölni, és ezeket a rétegeket el tudjuk nevezni és csoportosítani. Érdemes sokszor az alapvázlatunkat átrajzolni egy második rétegben, kiemelni egy tisztább, szebb vonalazással. Ilyenkor egy csúszka segítségével az alsó rétegünket el tudjuk halványítani, így jobban ki tudjuk emelni a második rétegben a rajzunkat. Ez a csúszka rétegre kattintva érhető el opacity néven, és balra húzva tudod halványítani az adott munkát. A következő tipp azoknak szól legfőképpen, akik még nem tudnak arányosan rajzolni, főleg nem digitálisan, és talán még segédvonalakkal sem megy úgy a rajz, akkor itt egy kis segítség erre az esetre is, ugyanis a Procreate-ben tudunk beállítani olyan segítő vonalakat, amik az arányos rajzolásban tudnak segíteni a vonalak tartásában. Ez a Drawing Guide, ami szintén a Canvas fülnél található. Itt kapunk egy hálós segédletet a rajzoláshoz, de ezt tudjuk módosítani kedvünkre, az átláthatóságát, a méretét, stb. Illetve még egy szimmetrikus vonalat is be tudunk állítani, aminek a segítségével tök jó rajzokat tudunk elkészíteni, és csak az egyik oldalra kell figyelni, nem okoz gondot a szimmetrikus rajzolás. A másik tipp pedig az árnyékolás, magas fények elhelyezéséről szól, hogyan könnyítsük meg a színezést, hogy csak egy adott dolgot, részt akarunk kiszínezni, és nem akarunk belemenni a másik mintába, rajzba. Erre az esetre a layerben található alfalok nevű gombra kell menni, egyszerűen csak kattintsa a layeredre, majd bal oldalon felugrik egy ablak, és ott ki is tudod választani, hogyha már van egy alapszíned rajzot. Ekkor csak a megrajzolt területre tudsz majd dolgozni, arra fókuszál a layer, így bátran viheted fel az árnyékot, magas fényeket, nem fog mást beszínezni, nem kell félni attól, hogy a másik színbe, mintába belefestesz véletlen. És
És ami a kedvenc tippem, az a fények, fényhatások megrajzolása. Ez is bizony elég nehézkes lehet megrajzolni, de erre van egy tuti tippem. Először is vegyük fel azokat a színeket, amiket fényesnek akarunk látszatni. Én most itt meleg színeket, narancs, sárgás színeket használok, ezt érdemes egyébként nekünk egy újabb, külön rétegben megcsinálni. És ha megvagyunk, akkor menjünk a gallery melletti második ikonra, az adjustmentre, és ott keressük meg a Gaussian Blurt, kattintsunk rá, és itt balról jobbra tudunk húzni egy csúszkát, óvatosan húzzuk jobbra, hát úgy érzésre, kb. Addig, míg látjuk, hogy a felvét színek összemosodnak, egyé válnak szinte, és utána pedig megyünk magára a színek layerére, és jobb oldalon az N betűre kattintsunk, itt ilyenkor felugrik több fül, amire kell kísérletezgethetünk, de ilyenkor érdemes rámenni az Add nevűre, és akkor még fényesebb, csillogosabb hatást, igazi fényhatást fogunk kapni, nekem nagyon nagy kedvencem. És még így a végére kiemelném a színpalettákat, milyen nagy segítség tud lenni, mivel tematikusan tudunk létrehúzni újakat, egymáshoz élő színpárosításokkal, kedvenc színeinkkel, tényleg személyre szabhatjuk, elnevezhetjük őket, és segít a rajzolásban, hogy ne folyton a színeket keressük, hanem már a jól bevált palettánkból tudjunk válogatni, ilyenkor csak az adott színt felvisszük a palettába, hosszasan rányomva az adott színre, ilyenkor megjegyzi a program a színt, és csak bele kell úgymond rakni a palettát. Tényleg egyszerű, nagyszerű, és kész is vagyunk. Most pedig megmutatom, hogyan tudsz hajformájú ecsetet készíteni a realisztikus rajzoláshoz. Ugye azt mutattam, hogy egy adott formát felvéve hogyan lehet egyedi ecsetet felvinni, amilyen kicsit nyomdás hatású. Hópehely mintán szemléltettem. Most pedig a hajrajzoláshoz ecsetet fogunk készíteni hasonlóképpen. Először is meg kell rajzolnunk a mintát. Itt nincs ez a fix minta. Lehet, hogy többször kell próbálkozni, hogy az ecset megfeleljen számunkra. Nekem az első próba nagyjából tetszett, de mint mondtam, lehet több félét is csinálni. Tehát a minta az úgy fog kinézni, hogy egy üres layerre rajzoljunk egy airbrush nevű ecsettel, ugye ez alapvetőleg benne van a programban. Lehetőleg egy úgymond puhább, soft nevű ecsetet válasszunk, és random rajzoljunk a lapra fekete pöttyöket, kisebbeket, nagyobbakat, majd ugyanezt ismételjük meg fehér színnel, de ekkor a minta közepében rajzoljunk meg. Tudom, ez nagyon furi, de higgyétek el, ez a hajformájú ecset alapja. Ha ezzel megvagyunk, akkor menjünk a layerekhez, a background nevűhöz, és vegyük ki jobb oldalon a pipet, vagyis a hátteret. Utána menjünk bal felőre, a gallery melletti ikonra, az actionsre, és a copy canvasre kattintsunk. Ha ezzel megvagyunk, akkor egy ingyenesen letöltött ecsetünket válasszuk ki, mivel, mint rájöttem, a gyári ecseteket nem lehet személyre szabni. És egy-két ingyenes ecsetet egyébként találsz az App Store-on belül a Brushes for Procreate alkalmazásban, és ha ez az ecset megvan, akkor húzzuk balra és menjünk az Applicate ikonra. Ekkor kettő lesz belőle, ugye az ecsetből, és a másolatnál menjünk rá a Procreate ikonra. Itt megnyílik a Brush Studio, és menjünk a Shape ikonra, és a Shape Source-re, majd az Import és Paste gombnál be tudjuk a megrajzolt mintánkat illeszteni. Itt már látható is lesz nagyjából, hogy fog kinézni. Természetesen tudsz rajta változtatni, egy kicsit formálni, és ezután ki is tudod próbálni. Nagyjából ennyi lett volna a videó mára, remélem tudtam segíteni kezdő Procreate-es rajzolóknak, akár úgy tippel is tudtam szolgálni, illetve ha szeretnél komolyabban belemerülni a rajzolás világába, akkor gyere és csatlakozz a Rajzidők közösséghez Patreon oldalamon, ahol rengeteg rajzos gyakorló anyaghoz férsz hozzá, illetve tippek, trükkök várnak rád, nem csak az újak, hanem visszamenőleg is. Illetve ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy like gombot, és ha új vagy a csatornán, és szeretnél még hasonló videókat látni, akkor iratkozz fel a csatornámra, kattints a csengő gombra, hogy értesülj a friss videókról. Szép napot kívánok nektek! Sziasztok!